Sziasztok srácok, üdvözlök ismét mindenkit. Ugye az előző videómban a Forzáról beszéltem, és a Microsoftnak a prezentáción bemutattak egy másik olyan játékot, ami engem nagyon érdekel, és nem a Fallout, valahogy a Fallout ez nekem mindig kimaradt. És ez nem egy exkluzív cím lesz, ez a Tom Clancy Division 2, amiről ugye fel is került egy hosszabb ilyen in-game videó, hogy hogyan is fog ez kinézni, és most New York helyett Washingtonban fog játszódni a sztori. Sok mindent nem árultak el, a videó az igazából önmagáért beszél, mert szerintem nagyon jó lett. Engem a játék inkább egy kicsit a Ghost Recon-ra emlékeztet, a Wildlands-re, de lehet, hogy csak amiatt a dzsungeles környezet miatt. Ugye Washingtonban játszódik, amit benőtt a dzsungel, és nagyjából ugyanaz lesz a feladatunk, mint a Division 1-ben New Yorkban. Én attól tartok, hogy ez egy olyan játék lesz, ami megint csak egy ilyen klasszik uborkás játék, ugye? Illetve Ubisoft, akkor így mondom, hogy mindenki értse, hogy hatalmas lesz körülötte a hype, aztán így szépen így kezdenek el lemorzsolódni az emberek, mint például a For Honor idején, vagy a For Honornál is volt. Reménykedem benne, hogy nem így lesz. Én nagyon remélem, hogy nagyon sok mindent, ami jól működött az első részben, nem fognak megváltoztatni. Alapvetően a játék, a Division 1 kurva jó volt. Voltak hibái, persze, de akkor is egy jó játék volt. De a co-op játéknak barom jó. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy ezt az irányvonalat még tovább tudják majd vinni és fejleszteni. Amint ne változtassanak, az például a fegyverek kiválasztása. Tehát az egy ilyen egygombos mozdulat, és nem is a kiválasztás, hanem a fejlesztés. Barom jól lehetett benne a fegyvereket fejleszteni, amellett, hogy egyszerű is volt. Tehát vajon ez a kettő így párosodott a játékban. Ugye nagyon sok DLC is készült hozzá, jó volt maga a környezet. Hát nem tudom, amivel így nekem személyesen problémám volt, az például a szerverek. Tehát az, hogy sokszor nem talált szervert, az ilyen szerver problémák, pedig az internetem az biztos vagyok benne, hogy nem azzal van a baj, mert az teljesen jó. Úgyhogy ilyen problémák voltak. Hát meg nem is tudom, tehát így a gyilkoltam, az ember megunja. De lehetőség rengeteg volt benne, és nagyon remélem, hogy ebben a játékban is lesz. Mondom, nagy hype volt körülötte annó, és én nagyon remélem, hogy e körül is lesz hype, és ez meg is marad. A videó, az mondom, az önmagáért lesz, ez egy kb. 6 perces videó, ami felkerült, és tetszetős. Én azt hiszem észre, hogy talán még jobban a co-op játékra fog rámenni, már mondjuk eddig is így volt, mert egy küldetést egyedül elkezdeni a Divisionben, hát az egy elég necces feladat, és valószínűleg ezért is tűntek el sokan, mert voltak, akik egyedül akartak megcsinálni küldetéseket. Meg lehet, csak nincs benne túl nagy élvezet, mert ha azt nézzük, hogy egyedül megcsinálsz egy küldetést egy olyan játékban, ami abszolút a co-op módról, vagy a kooperációról szól, túl nagy élvezet nincsen benne, illetve hogyha nehéz szinten próbálkoztál, akkor meg egyből le is matáltak. Nagyon jó lehetett benne fejlődni. Tehát az a baj, hogy most ugye a Division 1-ről beszélek, ma a Division 2-ről még nem sokat látni, vagy nem sokat tudni. Egy videót láttam róla, ezt a gameplay-es videót. Abban ugye az látszik, hogy csapatják a dzsungel lepte Washingtonban, majd a Air Force One körül elkezdenek matálni pár ellenséget. Úgyhogy nagyjából ennyi lesz. Azt mondta az Uborka Soft, hogy addig, amíg meg nem jelenik a Division 2, addig még rengeteg fejlesztés, rengeteg javítás és ingyenes pályák kerülnek majd bele a Division első részébe. Ez kb. Tényleg az, hogy ez a köszönjük, hogy játszottál, még maradj egy kicsit. Tehát, hogyha most egy vendéget szeretnél marasztalni, akkor amikor menne, akkor egyél még egy kicsit, egyél még, igyál még. Tehát kb. Erről van szó, és az valószínűleg addig tart majd, amíg a Division 2 meg nem jelenik, mert akkor már nem kell az embereket ott tartani, mert maradnak maguktól. Na, remélem érthető volt a videó. Köszönöm szépen a figyelmet. Az E3 dübörög tovább.
és kíváncsian várom az új játékokat. Bár mondjuk azt mondom nektek, hogy most már olyan játék, ami engem kifejezetten érdekel, már nem nagyon lesz, majd még lesz most egy videóm, majd elkészítem nektek a FIFA-ról, aztán nagyjából ennyi. Nem is lesz a FIFA-ról, akkor hülyeséget beszélek. Majd összefoglaló videó lesz még, meg még azért figyelgetni kell, hogy mik lesznek, mik jönnek. Köszönöm szépen, sziasztok!